De egyébként tudok jó hangosan beszélni. Ennyi idő kell csupán ahhoz, hogy egy kisebb méretű szobában elterjedjenek a lángok. Máté Szalkán egy tűzkonténer segítségével mutatta be a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, milyen gyorsan képes akár végzetes katasztrófa is kialakulni a karácsonyi készülődésben. Célunk az ezzel a bemutatóval, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ilyenkor az adventi készülődés idején, de a karácsonyi időszakban, illetve az azt követendő szilveszter környéki időszakban is figyeljünk otthonainkra, figyeljünk oda az esetleges tűzkeletkezési okokra, gondoskodjunk saját magunk, otthonaink, hozzátartozóink biztonságáról, tartsuk be azokat az alapvető minimális tűzvédelmi szabályokat, amelyekkel meg tudjuk óvni értékeinket. A kilátogató gyerekek és pedagógusok nagy érdeklődéssel figyelték a bemutatót. A jelenlévők megtudhatták, hogy leggyakrabban a húzatos helyre tett és megfelelő alátét nélküli gyertyák, valamint a csillagszórók okoznak tűzeseteket az otthonokban. Egyre gyakoribb emellett az is, hogy elektromos berendezések miatt terjedjenek el a lángok, de miután karácsonykor a konyhában is több időt töltenek az emberek, gyakran sütés-főzés közben is megtörténik a baj. Ráadásul ennek a problémának a megoldásával sokan még nincsenek tisztában. Az elmúlt évben volt egy országos felmérés egyébként, hogy mennyire tudatosak, mennyire ismerik az emberek a tűzvédelmi szabályokat. Alapvetően ismerik, vannak még hiányosságok. Nekünk feladatunk az, hogy minél többen, akár 100%-ban is megismerjék ezeket a szabályokat. Mondjak egy példát. 100-ból 6 ember még mindig úgy oltaná le otthon az olajtűzét, hogy vizet használna. Nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk, más oltóanyagot kell használni, a víz használata ilyenkor tilos, kockázatos és életveszélyes. A szakemberek az eseményen a sok esetben életeket mentő szénmonoxid érzékelők fontosságára is felhívták a jelenlévők figyelmét. A megyei tűzoltóknak egyébként idén eddig összesen 379 alkalommal kellett lakástűzhöz kivonulniuk, egy alkalommal pedig a lángok elterjedése halálos áldozatot is követelt.